Szervusztok, kedves gyerekek! Eljött a Battlefield 4 bétájának az ideje! Micsoda túravezetés lesz ez, hölgyeim és uraim, kérem szépen, hát vért húgyoztam, még végre sikerült egy normális felvételt mennem. Hát bele is fáradtam, mert azért kőkemény, nem tudom, elég sok küzdelembe vettem részt, és nagyjából mindig lelőttek, mert kicsit agad a gépemen ez a játék, de nem én vagyok az egyetlen, akinek akad a gépén. De ne izguljatok, idővel a DICE mindent korrigálni fog, és mi is tudunk újabb hardvereket venni, úgyhogy ez a probléma rövidesen meg fog oldódni. Elkezdődött a rövid kis körünk, ami 300 tikettes és domination módba kezdtük el. Itt Stage of Shanghai-on, vagy mi ennek a túró pályának a neve. Na de, el is kezdődött a kis mókázás. Hát a Dominationnek az az egyik fő jellezetessége, hogy menni kell, mint az állat, húzogatni a kontrollpontokat, és akit időközben a két kontrollpont közötti vándorlásba így találkozunk vele, hát azt meg kell semmisítenünk, vagy mentálisan, vagy fizikálisan. Ez vagy sikerül, vagy nem. Hát szoktunk próbálkozni, hát már is itt van előttem egy enemy, de általában akárhogy próbáltam minél több enemit megsemmisíteni, itt is érvényesült az a szabály, ami a BF3-ban is megszokható volt, hogy nem feltétlenül mindig az az ember lesz a győztes, aki ugyebár a legtöbb killt szerzi, hisz ha eleget tudunk revive-olni és megfelelő számú kontrollpontot foglalunk be, akkor abból is annyi tikettet kaphatunk, amivel megdönthetjük a gazdasági válságot. Na de ezeket a kis tényezőket figyelmen kívül hagyva, azért el lehet mondani, hogy egész tűrhető kis játékkal rukkolt most elő nekünk a DICE. Szó esett már róla, hogy van benne Commander mód, ezt most a bétában nem próbálhattuk ki, viszont a Spectátort azt igen. És örömömre szolgál, végre kimondhatom, hogy fogunk tudni olyan kupát tervezni, amit rendesen tudunk közvetíteni, emberek. Csak 2 évet kellett rá várnom. Na jó, mondjuk, hogy megérte. De azért ez egy kicsit azért, ez hamarabb is megtehette volna nekem a kedves DICE csapat, hogy csinálnak egy Commandert, most Commandert, egy Spectátort. Már keverem a kettőt, de ez a Commander is jó lesz majd, állítólag, bár még azt nem tudtuk megnézni. Mindenesetre, akinek egy apró tippet tudok adni, ami nálam működött, nem tudom másoknál fog-e működni, de nálam használt. Ugyanis, mint látjátok, azért elég rendesen megy a játék. Persze, hogy olyan 5-10 perces intervallumokban nálam is jelentkezik ez a hirtelen FPS esés, ami 2-3 másodperc ideig kicsit megrogyasztja a gépet. De egyéb jellegű akadásokat ki lehet úgy küszöbölni, ahogy írta az egyik úriember, most nem tudom, hitte a nevét az egyik blogba, hogyha a Ctrl-Alt-Delete-et benyomjuk, tudjuk szabályozni az egy a gépen futó programoknak a prioritását, és hogyha a BF4 prioritását alacsonyra állítjuk, akkor a gépnek ugyebár több ereje marad más dolgokra, mint például operációs rendszer, meg egyéb ilyen túróknak a futtatása. És a BF4 ennek ellenére nem szaggat. Úgyhogy nálam ez a módszer tökéletesen bevált, és tudtam vele normálisan játszani. Mondjuk így is megszenvedtem, már akinek Übermeister gépe van, és azt lenyírni, hát az nagyon nem egyszerű. De hála égnek azért a kitartáson meghozta gyümölcsét, és mint látható azért hullik is a enemy. Többek közt. Legalábbis próbáljuk írni őket kisebb-nagyobb sikerrel, de lehet látni, hogy a spampontok is elég érdekesen lettek megcsinálva. Hisz, ha befoglaltuk az összes kontrollpontot, általában mindig oda próbálja, legalábbis én azt vettem észre, hogy oda próbálja lepakolni az enemynek az embereit a gép, ahol a legkevesebb ellenféllel találják magukat szembe, hogy legyen esélyük befoglalni egy kontrollpontot. Legalábbis én mindig ezt vettem észre, hogy amikor hót egyedül voltam a semmi közepén, valahogy mindig a hátam mögött termett egy enemy. Jó esetben egy enemy, már volt amikor 15-en, mint a piranyák így rám jöttek. De ez leszámítva a Domination, hát hozza a formáját, küzdeni kell rendesen, és bizony használni kell az eszünket és a szerencse sem árt. Levolution, na, erről még nem nagyon beszéltünk, hát íme itt volt az egyik példája, hogy most épp leszakadt itt előttem valami hitszerű akármi, ami valamilyen, nem tudom, valaminek a funkciója biztos volt, de annak nem igazán láttam a lényegét, hogy most ilyen dolgok azok hogy kerülnek egy pályára, meg miért jó, ez nem mindegy. A Levolution jó is, meg nem is. Mondom, hogy miért nem jó. Ugyebár itt van ez a rács, amit itt lehet húzogatni, ami tök fasza, hogyha betölteni a funkcióját, ugyebár ha lehúzzuk a rácsot, akkor nem tud bejönni az ellenség. Viszont, mint láthatjuk, azon a rácsukon vannak szépen lyukok, amiket az ellenség berobbantott,
Magyarán akkor túrót nem használunk vele, most húzogathatjuk mi a rácsot, de az enemy akar így is úgy is be fog itt jönni, szóval ennek úgy annyira nem látom értelmét. Ez, hogy most le tudunk ilyen hidakat így új útvonalakat tudunk magunknak csinálni, ez is oké, de ez lényegében ez se egy olyan nagy húbelebanc. És olyan szörnyű nagy rombolhatóságot még mindig azért nem látok. Jó, persze a Call of Duty-hoz képest, de ez még mindig rombolható. Meg nagyjából a többi játékhoz képest is sokkal több látványelem van benne. Annó még nekem sikerült kipróbálnom egy rövid idő elejéig a pre-alfát, amíg le nem tiltott róla a drága jó Electronic Arts, mert hát kiraktam egy pre-alfás videót is, hogy az én gépemet hogy tud. Akkor meg volt a 60 FPS, 1280x720-as felbontásba, médium grafikán, és az semmi akadás, hát nagyjából úgy ment a BF3, nagyjából úgy is nézett ki. És akkor még nem is volt ennyi textúra, ugyebár, és ez alatt az idő alatt, amíg itt az alfával szórakoztunk, hát a Dice-osok kihozták itt nekünk itt a bétát, amiben bizony baromi sok textúra, baromi sok effekt, és minden ilyen apróság megtalálható, ami egy picit azért, hát ajnározza a gépünket, jó esetben leolvadnak. De mindegy, ezt csak így mellékesként mondom. Valószínű azért a jó esélyt látok arra, hogy a pro játékosoknak a 90-95%-a tök mindegy milyen gépe lesz, új is lop grafikán fogja nyomni, mert számítani fog az FPS. Na, de majd úgyis lefogjátok nekem én, hát ma pedig ez nem így van, az FPS nélkül is lehet. Hát jó, persze, lehet, hogyha szerencséd van, meg pont bemákolsz valakiket, de most azért megnéznék egy olyan tímet, aki full gépekkel nyomja, és akkor valami nagyon pro Mayer emberek, nem annyira full gépekkel. Hát megnéztem, hogy kijönnek így ősztesen. Mindenesetre ez az én kis ajszüleményem, hogy már pedig lanversenyeknél, meg online kupákban is, meg minden ilyen jellegű dolognál számít az FPS véleményem szerint. De ebbe is bele is törődhetnének az emberek, lévén ez egy technikai sport. Na. De, mint láthatjátok, azért elég szoros a kis küzdelmünk. Egy az A control pont van a mi kezünkön, most itt a C-t próbáljuk befoglalni, és a B van az enemy kezén. És már is jön ide az enemy, hogy befoglalja, és megpróbálja befoglalni itt nekünk a C-t. Az a baj, annyi időm nincs néha itt ebbe a játék, hogy tárazzak, úgyhogy inkább váltok pisztolyra, mert az gyorsabb. Talán így több embert tudok így magammal vinni a sírba, de hát ez nem mindig sikerül. Ja, eléggé fárasztó volt, mert rengetegszer próbáltam én itt első lenni. Hát azt hiszem ez a S-pont, az a felvétel, ahol sikerült volt. Még ezelőtte egy felvételem, ahol sikerült ugyebár az ellenfelet scoresba legyőznem, viszont a mi csapatunk vesztett, és tulajdonképpen az a sok scores az abból jött elő, hogy állandóan szarrá lőttek minket, és szétrivály voltam az agyamat. Úgyhogy azért eléggé küzdenem kellett itt a dolgokkal, meg kell mondani. Ja. De lassan a végéhez fogunk érkezni ennek a mérkőzésnek, itt a B-control pontot próbálom meg bevédeni. És lehet látni, hogy azért nem mindig adja a gépen, most éppenséggel teliben nyomtam a gyereket, de ennek ellenére még nem nagyon akart megpusztulni. Jó, mondjuk biztos ilyen 2 HP, vagy 4 HP, vagy valami ilyesmi. Meg még az egérérzékenységet is állítanom kéne, mert ez sem még egészen tökéletes, néha nem tudom lekövetni az emberek mozgását. Mindenesetre irigyelni fogom azokat, akiknek full grafikán fog menni a BF4, hisz gyönyörű szépen meg van csinálva. Az összeomlásos része ez a Levolution, amit annyira nagyon hirdettek, hát volt szerencsém megnézni, amikor így ledől a felhőkarcoló, és hát utána hogy alakul át a környezet ebből a nagyon poros akármivé. Én azt hittem, hogy szép ütemesen belepi a por itt az épületeket, és azért lesz minden szürke. Hát nem. Ugyanis az történik, hogy mikor ledől ez a nagy felhőkarcoló, hát akkor épp olyan távolságban voltam tőle, hogy oda azért nem nagyon száll el a pol. És akkor azt láttam, hogy egy ilyen szép hófehér csík, mintha valami gombatenyészet így elindulna felém, az aszfaltot így elkezdi belepni, és onnantól kezdve szürke lesz minden. Na meg a másik dolog, amit megígérnék, hogy addig a pillanatig, amíg nem dőlt le a nagy büdös felhőkarcoló, addig még úgy, ahogy tűrhetően futott a gépemen, és az akadások javarésze nálam akkor jelentkezett, miután előjött a Levolution. Hát persze, természetesen ott akkor most mindenütt száll a por, meg blablabla. De mégiscsak egy nagy büdös szürke akármit látok most, az attól miért kéne, hogy beszakasson? Na, mondjuk ezt annyira nem értem. Ó, itt is jelentkezni fog az a kis apróság. Jó, mondjuk ilyen réseken lehetett látni, de hát nagyjából ilyen dísznövények, ilyen fikusz mögül próbálunk spotolni valakit, akkor tökéletesen látni fogjuk az illető úriembert. Úgyhogy ebbe is még egy kicsit javíthatnának. Hát remélem, hogy nem fog előfordulni az, ami a három vagy, amikor a ellenfél elnyom egy smoke-ot, és akkor spotolunk, akkor látni fogjuk őket a
füstön keresztül. Na, de mit látjátok, véget is ért a körünk és a kis mondókám is. Ez lett volna az első túra vezetésem itt Sanghajon. És mit láthatjátok, azért vért fugyasztam közbe párszor. És itt vannak a jó megérdemelt kis jutalmak. Mit tudom én, Atseut rifül, meg Hanguns rifül, meg ezek a ribbonok, amik most még nem vágom, hogy micsodák. Hát MVP ribbon, na ezt az egyet vágtam. És íme az eredmény. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a műsort. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!